Mindenkinek, aki megbetegedett, lesz helye, ezt mondta Orbán Viktor az Ajkai Kórházban, ahol délelőtt előzetes bejelentés nélkül tartott ellenőrzést. A miniszterelnök arról beszélt, ha a legrosszabb következne be, a magyar kórházaknak akkor is biztosítaniuk kell az ellátást minden koronavírusos beteg számára. Hozzátette, május elejére már 5000 lélegeztetőgép lesz Magyarországon. Orbán Viktor figyelmeztető jelnek tartja, hogy az összes itthon regisztrált koronavírusos beteg egy hetede a fővárosi önkormányzat idős otthonából került ki. Hogy szolgál az egészségem? Én is köszönöm szépen. Az előírásoknak megfelelően csak testhőmérést követően léphetett be Orbán Viktor az Ajkai Magyar Imre Kórházba. A járványkórházban az elmúlt hetekben sikeresen kiépítették a kapacitásokat, amit az intézménynek a veszélyhelyzeti tervben előírtak. Így akár 86 intenzív ellátást igénylő beteget is tudnak fogadni. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy május 3-ára, amikorra a szakemberek várják a járvány csúcsát, már 5000 lélegeztetőgép lesz Magyarországon. Ez a szám később felmegy 8000-re. A magyar kórházak pedig biztosítani fogják a megfelelő ellátást. Mindenki nyugodtan aludhat, nem lesz olyan ember, aki ezt a vírust elkapta, fullad, és nem tudjuk a kórházba gépet tenni. Nem lesz egy olyan ember sem. Mindenkinek lesz helye. Ugyanakkor felhívta a figyelmet figyelmeztető jel, hogy az összes Magyarországon regisztrált koronavírusos beteg egy hetede a fővárosi önkormányzat idős otthonából került elő. Emlékeztetett. Szerte az országban mintegy 1100 idős otthon van, és arra is fel kell készülni, ha a betegség mindenhol felüti a fejét. Fulladás, fáradékonyság nincs, hát szupermen. A miniszterelnök két hete kezdte meg kórház ellenőrző körútját. Orbán Viktor azóta előzetes bejelentés nélkül járt Szekszárdon, Sátoraljaújhelyen, Kiskunhalason és három fővárosi kórházban is. Mindenütt arra volt kíváncsi, hogy az intézmények képesek lesznek-e viselni a rájuk nehezedő nyomást, ha berobbanna a koronavírus járvány Magyarországon. A meglátogatott járványkórházak vezetőitől azt a tájékoztatást kapta Orbán Viktor, hogy a veszélyhelyzetben is minden feltétel adott, és az összes szükséges eszköz a rendelkezésre áll a betegellátáshoz.